Tisztelt Nagykövet úr, először is szeretnénk megköszönni, hogy ma itt lehetünk, és szeretnénk tolmácsolni Németh Sándornak, a hídgyülekezete vezető lelkésznek az együttérzését, üdvözletét és a jó kívánságait. Mi, akik az 1990-es években vagy a 2000-es években születtünk, mi már a szüleinktől, akik keresztény emberek, megtanultuk azt, hogy fontos kiállni Izrael mellett. Szóval nálunk Izrael szeretete az nem egy ilyen hóbort, vagy egy ilyen múló divat, hanem egy nagyon mély meggyőződés, ami bibliai tanításokra épül, és a szívunkből jön. Úgyhogy ebben a nehéz időben nem volt kérdés az számunkra, hogy ki kell állnunk Izrael mellett. Amikor megnézzük a nemzetközi híradásokat, akkor azt látjuk, hogy Izraelre rakéták zúdulnak az égből, de azt is látjuk, hogy másfajta rakétákkal is támadják az országot, hazugságokkal, álhírekkel, gyűlölettel, és ezzel szemben mindenképp fel kell emelnünk a szavunkat. Van egy magyar költő és író, Babits Mihály, aki az egyik Jónás könyve című művében azt írja, hogy vétkesek közt cinkos, aki néma. És mi ebben a helyzetben nem akartunk sem vétkesek, sem cinkosok és némák sem maradni. Ezért is szerveztük meg a szolidaritási tüntetést, amihez egyébként több ezer ember csatlakozott, több ezer készülékről nézték élőben, és több ezeren küldtek támogató üzeneteket, és több ezeren álltak ki az elvi nyilatkozatunk mellett is. A tüntetésről készült felvételt már több tízezren látták, és ma reggel elkészült az angol nyelvű fordítás, és ezt el fogjuk küldeni szerte a világnak, hogy lássák, hogy a magyarok és a magyar keresztények szeretik Izrael. Hoztunk ajándékot is, összegyűjtöttük a támogatói üzeneteket. Ezt szeretnénk megmutatni, átadni. We would like to show that and give it to you. Ez több ezer üzenet. This is many thousands of supporting messages written. This is a hard copy of the video. Yes, yes, it is. Egy, a videóban, igen, igen, bár a videóban csak egy része fért bele az üzeneteknek. Also the video, we could only show a few of those messages because there were so many that we couldn't show all of them in the video. És végezetül még annyit szeretnék mondani, hogy ugye mi a keresztény újságíróként fontosnak tartjuk azt, hogy mindig a tényeknél maradjunk, és hogy elfogulatlanul tudósítsunk, és elfogulatlanul állíthatjuk, hogy az élethez mindenkinek joga van. És egyébként arról, hogy a médiában milyen dolgok jelentek meg, illetve hogy ehhez hogy csatlakoztunk, arról pedig Máté tudna talán bővebben beszélni. Csak röviden, ugye a Hetek hetilap most már közeledik a 25. éves fennállásához. Ezzel a 25 év alatt a Hetek a magyar médiában kiemelkedően és elkötelezetten mindig Izrael mellett állt. Ennek nem csak a kereszténységünk vagy keresztény hitünk volt az oka, hanem az is, hogy felismertük, hogy Magyarország és Izrael nagyon sok tekintetben rokon nemzet. És a legtöbb ilyen gázai konfliktus esetén azt tapasztaljuk, hogy nem mindig a rossz indulat, hanem sokkal inkább az információ hiánya és a tájékozatlanság az, ami miatt például Magyarországon is Izrael ellenes, vagy elfogult hírek jelennek meg. És szerintem az elmúlt 10 évben az egyik legnagyobb eredmény vagy fejlemény az volt, hogy a magyarországi jobb oldalon egy változás állt be. A magyar jobboldali portálok, emberek, szavazók, azok egyre inkább támogatják az erős és önvédelemre képes Izraelt. Az antiszemitizmus tekintetében is Izrael egyre biztonságosabb, vagy Magyarország egyre biztonságosabb ország. Még nagyon sok munkát kell elvégeznünk itt Magyarországon, a hazai médiában, de a Hetek készen áll rá, hogy a tények és információk átadásával, tájékoztatással megmutassuk, hogy Izrael egy demokratikus, békés és tisztességes ország. So first of all, thank you very much. We are very excited to see this initiative that is being conducted by the church. Mindenekről szeretnénk megköszönni, örömmel és izgatottan halljuk ezt a kezdeményezést, amit a gyülekezettől vártunk. It only proves, as I said in my greetings, that a friend in need is a friend indeed. You have demonstrated this several times. It's not the first time, but it's always
exciting and very emotional because we shouldn't take anything for granted. Ahogy ezt a videóban is említettem, az a barát, aki a bajban is barát, ezt már rengetegszer bebizonyították ennek, és ez minden egyes alkalommal érzelmeket hoz fel, és sohasem szabad ezeket alábecsülni. It is true that the Hamas is rocketing us all the time. Valóban a Hamas az folyamatosan rakétákkal lövünk. As you were saying. And this is one problem, and this is a problem that we can manage with because we have the Iron Dome system, which was a pure Israeli development and so on. So this gives us the protection. It protects us. Ezzel a problémával viszont tudunk küzdeni, hiszen a teljesen izraeli fejlesztésű vaskupola rendszerek is way. It enable us to fight back without going into a ground maneuver, because ground maneuver can sort out the problem, but the price would be very high. És ez lehetővé teszi számunkra, hogy szárazföldi hadműveletek nélkül tudjunk harcolni, menetetnek ugyanis későbbiben nagy ára lehet. For both sides. Mindkét oldalon. Now, you are also absolutely right when you said that there are other kinds of rockets. Teljesen igaz volt az is, amikor azt mondtad, hogy több másféle rakéta is van. And these rockets, from my point of view, but I'm sure that from many other Israelis as well and other friends, these are even more hurting than the previous one. Ezek a rakéták talán nagyon sok izraeli számára, de számra is fájdalmasabbak, mint az előző. And why? Because these are rockets which are filled with different kind of explosive, which is hatred, ignorance, and violence, even though not physical violence. És ezek a rakéták másféle robbananyaggal vannak megtöltve, gyűlölettel és gonoszsággal, még ha nem is fizikaival. You were speaking about the lack of knowledge of people in Hungary or elsewhere. Yeah, this is always, you know, wars today. Media is playing a bigger role. Not only media, but all kind of the social network. Említette ugye az információ hiányát, tehát a média az egyre nagyobb és nagyobb szerepet, és a közösségmédiák is egy nagyobb szerepet kapnak a napjainkban. And in these places, you can, and when you have, sorry, when you have people even that are not considered to be enemies or antis, but people who are even friends, starts to making a comparison between the casualties, and it's not for the first time, but it hurts you even on the 10th time, it hurts you the same nevertheless. Ami talán kifejezetten fáj az, hogy amikor akár barátok elkezdenek összehasonlításokat végezni az áldozatok között. You have 100 Palestinian civilian killed, let's say, which is not true, but then you have only 10 Israelis killed. Összehasonlítják mondjuk, hogy... Where's the proportion? So I ask, what do you want us? You know, you want us to kill 90 Israelis, so we have a balance, and this will make you happy, idiots? Hát ugye összehasonlítják, hogy van 100 palesztin halott, és csak 10 izraeli, és elkezdenek összehasonlításokat végezni. Hát nem feltétlenül helyes dolog ez. Or the other argument is coming from the same guy who is a TV celeb. His name is John Oliver. He has a... okay. He says, thanks God, most of the rockets have been intercepted by the Israelis, so what's the fuss? John Oliver, a TV személyiség ugye azt is felvetette, hogy hát úgyis el vannak állítva a vaskupola rendszerre ezek a rakéták, úgyhogy mi a nagy hiszti? Now, you know the game, the horrible game, Russian Roulette? Biztos ismerik az orosz roulette nevű borzalmas játékot. Now, I would advise him to play Russian Roulette, because it's the same. You have one bullet in six chambers, 1 to 6 chance that when you press the trigger, the chamber is the next chamber is loaded, or the next one, and the same goes here because Iron Dome it only it manages to intercept, let's say, 90%. Yeah. Hadd ajánljam ezt a játékot ennek a személyiségnek, ugyanis ott is csak egy van hat lehetőségből arra, hogy meghalljon, ugyanúgy, ahogy ez a vaskupola rendszer. By the way, let's talk about vaccinations, like the COVID vaccination. They say, let's say, Pfizer has 98.5% of effectivity.
a Pfizer-nek 98%-os effektív százaléka. When it says 98.5, it means there's two, in my calculation, if I calculate with my fingers, still you have 2.5%, which is where it's not working. Ez mindig azt jelenti, 2.5%-ban ez nem működik. So this is the Russian roulette. So here, how dare he? And did we initiate it? This is one act, but this is sometimes stupidity, trying to look for rating and ignorance. Mi kezdeményeztük vajon? Ez sok esetben lehet csak egyszerű butaság, vagy csak ignorancia. Now, the other aspect, which is even worse, is antisemitism. A másik aspektus, ami talán még rosszabb, az antiszemitizmus. We've been claiming, and I in person, I believe in it, in my European experience in the last decade, that the borders between being anti-Israeli and being anti-Semit are diminishing. Ezt én hosszú ideje, és több mi is hosszú ideje mondjuk azt, hogy az izrael ellenesség és az antiszemitizmus között a határvonal az eltűnőben. Now, come this conflict, the current round of the conflict, it proves it. A mostani konfliktus ezt bizonyítja. Look at every place in Europe. It's not anti-Israeli. What does a Jew in Hungary or a Jew in Britain has to do with the Israeli government? Ez nem anti-Izrael, ugye meg lehet nézni az európai helyzetet, hogy igazából egy zsidónak mi köze van az izraeli kormányhoz Európában. But nevertheless, it's anti-Jewish. Just before you came, I just saw a video clip. In Los Angeles, in a fancy restaurant, Palestinians burst in and started to ask who was Jewish. And so two of them said, we were Jewish, and they started to fight each other. What is this? Or in London, this is the I don't know if you saw it, it's the most shocking. You saw it with the fuck the Jews, kill the Jews, rape their daughters, and then burn them, or something like this. Ugye most közvetlenül ezelőtt láttam egy Los Angelesben készült videót, ahol palesztinok betörnek egy étterembe, megkérdezik ki a zsidó, két ember feláll, hogy zsidók, elkezdenek verekedni. Mi közük van nekik ehhez, vagy egy másik helyzet, ugye, hogy Londonban a tüntetések során azt kántálták, hogy üljük meg a zsidókat, erőszakoljuk meg a lányaikat, stb. Ez vajon nem antiszemitikus-e? So, you see time and again. By the way, I believe that there is such a thing which is called Israeli criticizing Israel, which is legitimate, like everybody can criticize any, you know, countries, especially democratic countries can criticize each other. But in this case, it's diminishing, there's no. Because the moment you identify Israel with the Jew, ebben az esetben nem látom, mert abban a helyzetben, abban a pillanatban, amikor azonosra teszed a zsidót Izraellel, akkor ez már felfoghatatlan. What people don't understand in Europe and in the Western world, amit Európában az is a nyugati világban az emberek nem értenek meg, is that the major, the big bulk of those who are inciting and demonstrating, hogy nagy része azoknak, akik most demonstrálnak, are not people, I mean, from Europe, I mean, original. Nem csak Európából származnak, az esetek többségében. It's the new, so-called newcomers, immigrants. Az úgynevezett migránsokról beszélünk, ugye. And this is a problem which threatens Europe as a whole. I mean, I can tell you from my experience in Germany. Those who are anti, you start with being anti-Jewish, then it's anti-something else. Everything which is not exactly the way you know to behave. This is what you've been taught, and you know, they said that, I saw it, and when people sometimes immigrate to other places, what they want to do is, and it doesn't have to do with political ideology or religion or whatever. It's, let's talk about immigration, because at the end of the day, most of us or our ancestors immigrated at the same stage. Ez egy rendkívül nagy probléma Európa számára is, hiszen ezek az emberek nem csak anti-szemiták, hanem anti-mások is lesznek az idő folyamán, és nem tudnak viselkedni. If you go to another place, you're expected, nobody expects you to forget everything that you have. Because it's your own heritage, but you have to adapt yourself to the new place. Ha az ember valahova beköltözik, akkor nem azt várják el tőle, hogy teljesen elhagyja a saját kultúráját, mert az embernek van kultúrája, de azt elvárják tőle, hogy alkalmazkodjon a közeghez. And these days you see more and more groups that have actually relocated not only themselves, but also the culture, the village and everything. Yeah. És mostanában azokat, olyan helyzeteket látunk, hogy ezek az emberek nem csak magukat helyezték át térben, hanem a teljes kultúrájukat, falujukat és a teljes kulturális közegüket. And this is the problem.
és ez probléma. This is the, in this way you don't integrate, you don't even have to bother to learn the language of the new country because everybody around you speaks Hungarian, let's say. Ebben az esetben ugye nem kell alkalmazkodni, és akár még az adott ország nyelvét sem kell megtanulni, hiszen mindenki az a nyelvedet beszéli körülötted, mondjuk a magyar például. And this is a big problem because you start with the Jews and then you go to the others. And you, by the way, let's say that they are Muslims, then they start with Jews, then they go to other Muslims because they are there, you have again other people who are Muslims who are not behaving this way. They want to integrate, they want to be part of society, blah blah blah. Doesn't matter. And then they go to other that they say, all those who are, listen, it's an endless, it's a bottomless barrel. És ilyenkor ugye nem csak antiszemiták, hanem mindenféle antimások lesznek, akár azokat az embereket, akik körülöttük élnek, akár azokat, akik integrálódni szeretnének, és mondjuk ugyanból az etnikai csoportból származnak, ez egy végtelen hosszú lista. Now we are going, we are exceeding beyond the issue of interest that we have, but this is part of a wider phenomenon. And as I wanted to emphasize that the moment you have a noise, és ez egy tágabb konfliktus része, ez túlmutat a mostani konfliktuson, de innen fakad, és abban a pillanatban, ahogy everybody comes out of their hiding place, mindenki előbújik a rejtek helyéről, and the area it turns into a free hunting field for all kinds of anti-Semitism. És this is something that we should not allow. És ezek után ebben a folyamatnak a részeként a Európának ugye bizonyos területei az antiszemitizmus szavat például fölhívhat. And first and foremost, it's the duty of the countries where these phenomena appear, and they are not doing us a favor. First of all, they are doing themselves a favor. És ez nem a mi felelősségünk, és nem nekünk tesznek ezzel szívességet, hanem az adott ország felelőssége és maguk érdeke is, hogy ezt megakadályozzák. But again, Hungary is different, and I really want to thank you because we don't take anything for granted. Magyarország egy más hely, ezért ennek ellenére is szeretném megköszönni, mert semmit sem tekintünk természetesen. And to see this kind of initiative like yours or others, but let's talk about yours, and you see how it is reflected, by the way, in the Israeli media, because usually the Israeli media is very cynical and so on, but this time I told that yesterday everybody knows now what is the it gyülekezetek, because it's in the one of the photos in Ma'ariv, yes, so you see it, so everybody's asking what's this, yeah, that's the faith church, that the translation. És érdekes, hogy ezt hogyan csapódik le akár az izraeli médiában, és mondtam is a kollégámnak, hogy már mindenki tudja, hogy kicsoda az a hit gyülekezete, például akár a Hetek címlapjának a képének. And the last thing, if I want to answer all these ignorant people who criticize, there is a video clip which was conducted by, it's about a 10 years old girl, she lives in a kibbutz, which is about 500 or 1 meter, one kilometer from the border. A gyülekezőknek talán annyit mondanék, hogy volt egy klip, amit egy 10 éves kislányról készítettek egy kibucba. And she also tries to answer John Oliver. És ő szintén megpróbál választ adni John Oliver-nek. And she tells him about her fears, about being nervous, about the fact that she's 10 years old and from the age of 6, She has to get psychological therapy. És elmondja azt, hogy neki ilyen problémái vannak, hogy ő is fél, és hogy azt is elmondja, hogy már 6 éves kora óta a pszichológiai terápiás kezelés alá kellett. And so on and so forth. You can see it in YouTube or whatever. Ugyanezt a YouTube-on meg lehet találni. Think about, by the way, it's common everywhere, because the same way that an Israeli child can't sleep at night or starts wetting bed at the age of 8, 9, 10 years old, it the same happens on the other side. És ugyanez, ahogy az izraeli oldalon megtörténik, hogy ez a 7-8-9 éves gyerekek izzadni kezdnek éjszaka az ágyban és félnek, ugyanez megtörténik a másik oldalon. But it's very easy. It's very easy because to solve, because the other side, which is not occupied anymore, is initiating it, they can stop it and it will stop immediately. De nagyon egyszerű a probléma a kezelése, hiszen a másik oldalon már nincs elnyomás alatt, bármelyik pillanatban abba hagyhatja, és akkor az egész probléma meg fog szűnni. And I can only wish him that people like him, Oliver, they will never ever have to be
in an area which has been just bombarded by rockets. És csak azt tudom kívánni az ilyen Olivernek és a hasonló embereknek, hogy soha ne kelljen megtapasztaljuk azt, hogy milyen érzés egy olyan területen élni, amit rakétákkal bombáznak. Because Iron Dome causes the missiles to explode in the air, so there's no explosive. But the pieces, bits and pieces and shrapnels, they fall. And when they hit the ground, and you happen to be there, it will cut you through. So, and then it doesn't matter whether it is a shrapnel of the Israeli intercepting missile or of the Hamas missile. És ugyan a vaskupola felrobbantja a levegőben ezeket a rakétákat, ezeknek a darabja ugyanúgy leesnek a földre, és hogyha véletlenül pont ez alatt tartózkodsz, akkor az ugyanúgy ketté fog vágni, függetlenül attól, hogy az izraeli rakéta vagy a palesztin rakéta darabja. And it's all part of statistics, but as Shimon Peres once said, when he was Minister of Finance, they told him that the unemployment rate has dropped from 6% to 4%. And he said, okay, he said, why aren't you happy? He says, not so, yeah, I'm happy, but not so much. I said, why? Because for every, you know, it's nice that it's 4%, but for every person who is unemployed, it means 100% of unemployment, not 4%. Igen, és ugye ezek ugyan statisztikák, de hogy egyszer Simon Peres mondta, amikor megkérdezték tőle, hogy ugye 6%-ra 4%-ra esett a munkanélküliség, és megkérdezték, hogy örül-e, és mondta, hogy nem, amikor megkérdezték miért, azt mondta, hogy azért, mert azoknak az embereknek a számára, akik munkanélkülek, azoknak nem 4%, nekik teljesen 100%-os a munkanélküliség. Megvan. Az érkezett több mint 7000 aláírás. Ezt mit csináltuk tegnap este? Yeah.